Sziasztok, jó reggelt! Nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, köztetek, és külön kiváltság, hogy megoszthatom veletek azt, amit Isten a szívemre helyezett. Picit húzok rajta, mert a súlya. Oké. Technika, jó lesz. Igen. Érdekes, én még csak annyit, hogy a bemutatkozó videóban úgy mutatkoztam be, hogy vállalkozó vagyok, és akik debreceniek, azok ismernek, és ugyan egyesek talán tudják, hogy kapcsolódik KFT-nek ügyvezetése is, részben hozzám meg egyéni vállalkozói státusz, de jelen pillanatban is az elsődleges bevételi forrásom egy munkajogviszonyból van, és így megkérdezték, hogy akkor most hogy is van, meg miért? És azért volt ez ilyen módon a bemutatkozás, mert magamat akartam elsősorban emlékeztetni, és lehet, hogy magunkat kell, hogy emlékeztessük arra, hogy a vállalkozói szemlélet az nem egy munkajogviszonyhoz kapcsolódik, az egy olyan valami, amire folyamatosan szükségem van a családomban, a munkahelyen, mint bárhol. Az egy tulajdonosi szemlélet, az egy olyan fellépés, ahol az emberekkel való kapcsolódásban a tulajdonost, magamat látom elsősorban, a felelőst magamban látom, azt, akinek kezdeményeznie kell, magamban látom, és magamban keresem elsősorban. És erre az emlékeztetőre volt és van szükségem. Köszönöm. Vannak olyan... Köszi szépen. Úgy néz ki, elhárítottuk a technikai akadályokat. A szakasz, amiből egy kicsit megnézzük Isten igét, a Róma 12 első két verse, valószínű már mindenki kívülről fújja, és mint olyan nem is igazán akarok bármi újat mondani. Amit szeretnék viszont, hogy ebből a szakaszból rávilágítani Krisztus keresztjére, egész pontosan, hogy a tudatosságot hogyan mutatja nekünk ez a szakasz, és ez hogyan kapcsolódik valóban Krisztus keresztjéhez. Mert én személy szerint, ha bárhol emberekkel beszélgetek, vagy az igét úgymond tanítom, azt mindenképpen a Krisztus keresztjének a bemutatásán keresztül szeretném tenni. Én személy szerint nem kaptam mandátumot másra, mint arra, hogy köztetek Krisztus keresztjét hirdessem. És ha megengeditek, és sőt kérlek is, hogy gyertek vele, most imádkozunk, és csak ezt szeretném a Szentlélektől kérni, hogy segítsen abban, hogy Krisztus keresztjét ideállítsam közénk ma reggel, és az több, mint elég lesz. Drága atyánk, köszönjük, ahogy a te szent lelked így vitt minket már eddig is a dicsőítés lelkülete által a te jelenlétedbe. Milyen szép volt látni így vizuálisan, ahogy így a férfiak, akiket te elhívtál, egyik a másik után sorakozott, és jött oda a te kereszted emlékeztető helyéhez, az elemekhez, az úrvacsorához is vitte, és vittük, és emlékeztünk arra, hogy minden pillanatban szükségünk van rád. Teljesen, végtelenül és elkeseredetten. És jöttünk megtisztulásért, jöttünk megerősödésért. És ma reggel, Úrunk, csak is erre van szükségünk, hogy a te fiadat itt kijelents közöttünk, a te lelked kijelentse, és felemelje, nagyjá tegye a mi szemeink előtt, és ez megragadja a lelkünket, a szívünket. Jézus nevében. Ámen. Ámen. Tehát a témakör, amit ma reggel megnézünk, az a tudatosság, a szándékosság, és nagyon nem fogunk elmenni abba, hogy ezt nagyon sokat így definiáljuk, ehhez elég lesz Brian Tracy, vagy Tony Robbins, vagy ki éppen mit fogyaszt ilyen szempontból. A lényege a tudatosságnak az alapvetően, hogy a mindenkori cselekedeteim azok nem reaktívak, elsősorban impulzívak, a környezeti hatásokra válaszolók, hanem olyan szándékosak, egy előre elhatározott cél mentén igazodnak. Tehát alapvetően egy proaktív, nem egy reaktív üzemmód. De hogy a Róma 12.1.2 hogyan mutatja ezt be nekünk, az, amit szeretnénk megnézni. Ahhoz pedig, hogy ezt megértsük, látnunk kell azt, hogy az életnek, az igazi életnek az alapja, ha úgy tetszik. És itt most zárójelben hadd jegyezzem meg, hogy annyira mély, meg sokrétű ez a téma, az a tudatosság témája, hogy igazán itt ma éppen elég lesz, ha az alapokat lefektetjük. És ha Isten segít és élünk, és még lesz ilyen konferencia, és lesz lehetőség erről beszélni, akár majd arra építünk további részleteket, lifehackeket, meg minden, ami tetszik. De most éppen elég lesz, ha az alapokat
kellőképpen lefektetjük. Egész pontosan egy fundamentuma lesz a dolognak. Az élet alapja alapvetően az isteni, a minőség élet alapja az, hogy Istentől fogadok, és az embereknek adok. Ennyire egyszerű. Tőle kapni, az embereknek adni. És figyeljétek meg ezt, vizuálisan ezt az irányultságot. Vertikálisan ez a lefele érkező. Horizontálisan ez a tőlem kifele, az emberek felé haladó. Ami azt jelenti, hogy fölfelé, Isten felé az én jogosultságomat értelmezem, jogosult vagyok hozzájönni tőle kapni, és a vízszintesen az emberek felé pedig a felelősségemet értelmezem, azt adom. Alapvetően arra rendeltettem Isten szerint, hogy tőle fogadjak, és hogy ő megtölt engem, mint egy edényt, ez kicsorduljon, megosszam másokkal. És a Róma 12 pontosan erről fog szólni. Már csak azért is, mert az első 11 fejezeten keresztül Pál egy hatalmas üzenetet fektet le. Az, hogy minket, bűnös embereket, az élő Isten, minket igaztalanokat megigazít Jézus Krisztus kereszt halála által. Elfogadhatóvá tesz, örökbefogadott. Sok szempontból vizsgálja azt a nagy tortát, aminek különböző szeletei vannak, de ez a lényege. És itt a 12. részben fordul át, ha úgy tetszik, ez egyfajta zsanér a levél két része között, ahol átfordítja abba, hogy gyakorlatilag oké, akkor most ez hogyan folyik át a hétköznapokban, a mindennapokban. És ezen a két igeversen fog megfordulni. És ugye itt olvassuk azt, hogy kérlek azért testvéreim, az Isten irgalmára való válaszként kérlek arra, hogy szánjátok oda testeteket, magatokat, mindegy, hogy milyen fordítást használsz, arra, hogy élő, szent és Isten előtt kedves áldozat legyünk, és ez a mi okos Isten tiszteletünk. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok el, metamorfózis, a ti értelmetek, a ti szemléletmódotok, a ti gondolkodásmódotok megújulása által, hogy megtapasztaljátok, megvizsgáljátok, mi az, ami jó, Istennek kedvő, tetsző és tökéletes. Mi az ő tökéletes akarata? Tehát, ha a tanítást most össze akarom foglalni egy mondatban, és utána akár el is mehetünk, az, hogy a tudatosság lényege alapja, az isteni élet lényege, esszenciája az, hogy Istentől kapok, embereknek adok. Ha ezt a szemléletmódot megfelelőképpen megértem és megragadom, egy metamorfózison, egy átalakuláson megyek át, és azt tapasztalom, hogy ott vagyok Isten akaratának a kellős közepén. Ennyi. És ennek érdekében Pál egyik kulcsgondolatot fogja használni, amin pontosan sokszor félrecsúszunk. A legmélyebb és legegyértelműbb világi megnyilvánulásától egészen a legárnyaltabb, a gyülekezetbe is beosonó verzióihoz, jellemzően itt a törvényeskedés szintjén érzékelhető ez meg. És ez mind-mind-mind az áldozat fogalmához kapcsolódik, és ezért fontos azt látnunk, hogy itt, amikor Pál beszél, egy új fogalmat hoz, amivel addig nem találkoztunk a Bibliában, nevezetesen az élő áldozat. Az élő áldozat fogalmával. Ugyanis, ha ezt olvasod, és ugye nem tudom, hány tanítást hallottunk már ebből a szakaszból, és sokszor egyfajta barométerrel megyünk el egy ilyen tanításból, egy olyan odaszántsági mérővel, hogy oké, mennyire vagyok én odaszánt, mennyire adom én oda magam Istennek, tehát az irányultságot figyeljétek, mennyire adom én magam oda Istennek. Ehhez képest Pál pontosan ezt a kifejezést akarja használni, ezt a gondolatot, hogy megváltoztassa a szemléletmódunkat. Mert hogy a világi szemléletmód az, ami az isteni szemléletmóddal ellentétes, mert a világ pedig pont fordítva értelmezi a dolgokat. Figyelj! A világ azt mondja, hogy a te Istenednek legyen az bármi, annak adni kell, az emberektől pedig fogadni kell, elvenni. Itt van felelősségem, itt pedig jogosultságom. Teljesen ellentétes az isteni gondolkodással. Mi jut eszedbe, amikor így az áldozat fogalmáról gondolkozol? Ugye
az az állat, ami ott, aminek egy részét, vagy talán egészét elégetik az oltáron, vagy amikor éppen a vérét ontják, amikor ott vonaglik, vagy amikor a pap elkészíti azt a szertartás szerint, vagy amikor jön az áldozó, és odaadja a pap kezébe, melyik mozzanatát, hogy? De mindenképpen olyan gondolatok társulnak hozzá, ami lemondással jár, ami szenvedéssel, ami megvonással, ami halállal jár. És ez rendben van addig, és ez most nagyon fontos, addig, amíg ebben az áldozatkörben a fogalmat csak Jézus Krisztus által értelmezed. Az 1 Mózes 3 első 7 fejezetében van a központilag lefektetve Isten által, hogy hogyan képzeli el az Isten, az igaz Isten, az emberrel való kapcsolatot egy áldozat által, Jézus Krisztus által. És a 3 Mózes első 7 fejezete Jézus Krisztusnak az élete, odaszántságát, engedelmesség egész a halálig, a halálban való vétek bűnáldozati voltát, az engesztelő áldozati voltát, a béke áldozati voltát, minden szempontból a különböző fejezetek teljes egészében Jézus Krisztust akarják nekünk bemutatni, mint az élő Isten és az ember közötti egyetlen áldozati kapocs, ami által mi Istenhez jöhetünk. És ebben a gondolatkörben, ebben a fogalomkörben nagyon fontos, nincs benne sehol az ember az áldozat fogalomtáránál. Csak nincs helye. Az egy olyan dolog, amit az örök Isten, még mielőtt az idők voltak, kitalált, hogy ő maga, az atya és a fiú fognak, mennek ketten egyszer csak fel egy szellemi és majd egyszer egy fizikai hegynek a tetejére, hogy az atya bemutassa a szeretetét, irántad meg irántam, és hogy ott feláldozza az ő fiát, mint egyetlen módot arra, hogy az kiontott vér által engem és téged megtisztítson és igazzá tegyen. És ez a titok, ez a misztérium, ami Istenben el volt rejtve örök időktől fogva, és a kellő pillanatban kijelentette az ő prófétája által nekünk, és az ő lelke által hirdeti most Krisztust, nem enged nekem, vagy neked arra teret, hogy én még próbáljak oda befurakodjak abba a képi világba, valahol az áldozat szerepénél, valahol én is helyet kapjak. Ahhoz túl szent ez a hely. Ez kb. Az, amire Isten azt mondta Mózesnek, hogy oldj le a saruidat, mert szent ez a hely. Az a hely, ahol Isten, az atya és a fiú mennek ketten, és mindent elvégeznek az áldozattal kapcsolatban. Ahol Jézus kimondottan az áldozat, és nem férek én oda hozzá az áldozat fogalom köréhez ilyen szempontból. Ahol azt látjuk a zsidókhoz itt levél írója szerint, hogy egyébként ő, mint főpap, be is vitte az áldozati vért a szentek szentjébe, és meghintette a mennyei szentét és oltárt, és elrendezett mindent. Áldozó, áldozat, minden szempontból csak Krisztusnak van helye, és ez több, mint elég. Ez bőven elég nekünk. Jön a világi szemlélet, ami ezt ki akarja csavarni, és engem akar az áldozat és áldozó szerepkörébe valahogy beletenni alattomosan, ahol én adok, és viszont az emberek felé pedig én vagyok az, aki jogosult vagy dolgokra kapok. És nézzük meg pár ige szakaszt, ami pontosan ezt illusztrál nekünk. Rögtön a legelső, amikor az első emberpár úgymond kiszorul az édenkertből, a bűn miatt, az engedetlenség miatt. Figyelj, a hitetlenség miatt, amiatt, hogy az isteni gondolkodásmóddal nem volt hajlandó az ember együtt menni, és vele szinkronban lenni, ahogy megjelenik az édenkerten kívül a bűn közegében levő ember, az első mondat, ami elhangzik, valaki emlékszik, mi az? Az, amikor megszületik Káin, és azt mondja róla Ádám és Éva, nyertem férfiat Istentől. Figyelj meg ezt a két szót, ami az első mondata a kiszorult, az Édenből kiszorult embernek. Istentől kaptam. Eltelik egy kis idő, Káin is, majd aztán még Ábel is születik, Káin testvére, Káin felnő, végzi a munkáját, és az első dolog, amit csinál, ad Istennek valamit. Elhangzott vele kapcsolatban, hogy Istentől kaptam, és az első cselekedete lesz, hogy visz. És nem olvassuk a Bibliában, hogy Isten, hogy hányszor tette meg, hányszor nem. Nem olvassuk, hogy Isten kérte volna tőle. Csak azt olvassuk, mikor aztán majd Ábel is viszi az ő bárányát, Káin viszi az ő földének a termését. Isten azt mondja, hogy ez a mozzanat nem kóser, ez meg kóser. És akkor Káint ez annyira zavarja, hogy tudjuk a történetet, hogy az ő testvérét megöli. Figyeld, az első mozzanat, ő adott eddig Istennek, és most elveszi az testvérének az életét. Mert a világ egyből megfordítja ezt a két irányultságot, meg a két dimenziót.
A zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy ami miatt egyébként az áldozati, a közeledésnél, a különbség, ami a különbséget jelentette elsősorban is radikálisan, az Ábelnek a hite volt. A hit, ami arra támaszkodott, amit Isten tesz értünk, figyeled? Amit Isten ad. És Isten bizonyságot tett így az Ábel áldozatáról, azáltal, hogy a szívét nézte, a hitét, azt, hogy Ábel olyan alapon közeledett Istenhez, hogy itt én most itt téged nem tudok semmivel lenyűgözni, én most nem tudom az én odaszánásomat azzal mutatni, hogy hogy égel ez a bárány, vagy hány bárányt égetek el. Én csak magam oda tudom bízni a te irgalmadra, a te kegyelmedre, aki ígértél megoldást számunkra, aki kiszorultunk a paradicsomból. És ahogy látom ezt a bárányt, ártatlan bárányt, semmit nem tett elégni, valami a szívem mélyén azt mondja, hogy valamilyen módon fogod te is tenni. Az, hogy az asszony magva által a kígyó fejére taposol. És a zsidókhoz írt levélben tudjuk, hogy Isten bizonyságot tett így az ajándékáról, az áldozatáról, arról, hogy igen, ez a történet. Érted a közeledésünk, a kapcsolódásunk lényegét, hogy ki ad kinek és ki nem ad kinek. Eltelik egy jó pár száz év, és amikor Isten egy nemzetet akar megalapozni annak érdekében, hogy a Földön az ő hatalmát kijelentse a nemzetek között, elhívja Ábrahámot, akkor vele megint tisztába akarja tenni ezt a fogalomkörét. És a számunkra egyik legérdekesebb és legfurcsább mozzanattal találkozunk, amikor ez 1 Mózes 22-ben azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy fogd a te egyetlen fiadat, Izsákot, mellesleg évtizedeket vártál rá, mellesleg hozzákötődik minden ígéret, és most menj is, áldozd fel, öld meg, add oda, figyeled? És megint csak nagyon érdekes, amit sokszor a Biblia nem mond, az is nagyon sok mindent tanít nekünk. Nem mondja a Biblia azt, hogy Ábrahám így nagyot nézett, hogy Uram, egyáltalán nem csak, hogy ennyit kellett várni, és most végre, most elveszed, elkéred, hanem, figyelj, még azt sem mondta, hogy Uram, milyen kultúra idegen dolgot kérsz tőlem. Nem mondta, hogy hát még ilyet a népek se csinálnak, már csak azért sem, mert a népek pontosan ezt csinálták. Még a király könyvében is olvasod, mikor egyik népet éppen szorogatták, a királya már elkeseredettségében a legnagyobb tetre volt hajlandó, hogy a saját fiát megáldozza. Amikor az ostromlók ezt meglátták, megundorodva elmentek, ott hagyták. Tehát a világi gondolkodásban mindig is benne volt ez, hogy az ember visz minél nagyobbat, minél többet ad, annál jobb lesz a kimenetele a dolgoknak. És ennek a másik oldala mindig az lesz, hogy viszont emberek felé pedig elvárásaim, jogosultsága, ott elvárásaim lesznek. És ebben a visszatérve Ábrahámhoz, Ábrahám megy fölfelé ugye a Mória hegyére, elkészíti az áldozatot, és amikor már minden készen van, és készül beledöfni a kését a saját fiába, akkor belekiált a Jehova az élő Isten, hogy ne! Nem! Vagyis nem erről beszélek. Nem te fogod a fiadat odaadni, mert a kettőnk kapcsolódásában nem erről van szó, hogy te mit fogsz adni, hanem én fogom az én fiamat odaadni. Neked, érted? A te dolgod, Ábrahám, elfogadni azt, amirehez jogosultságod van, amihez kiváltságod van, hogy megáldalak, és nagy népé teszlek, és mindenem a tied. Hogy beléd öntöm a te életedbe, a családodba, a leszármazottaidba, az utódodba, mindazt az Istenit, amin keresztül itt a földet el akarom árasztani. Én fogom adni. Majd az én szívemet így hasítja át az a tör, amikor a fiammal ketten ezt végigcsinálják. Neked nem kell. Mert nálad nem az adni a lényeg, a fogadni. Ez a nép megalapozódik, Izrael népe, eltelik megint csak több száz év, és még mindig nem értjük, mert nem értjük. Ők se értették, én se, te se, nem értjük. És van egy olyan Zsoltár, ahol azt olvassuk, Isten fogja, és össze akarja gyűjteni a föld népeit, az angyalokat, mindent, a természetet egy fontos bírósági tárgyalásra. 50. Zsoltár. Gyűjtsétek ide az én népemet.
ide állítsátok elém, gyertek, szélvész, vihar, minden, a gyönyörű napkeletről ragyog Isten, hogy valami fontosat mondjon annak a népnek, és ezt kihangsúlyozza, aki áldozattal erősíti a szövetséget, vagyis ahhoz a néphez akar beszélni, aki az ő Istenéhez való kapcsolódását egy áldozaton keresztül értelmezi. És akkor mondja nekik, hogy ugye hozzátok az állatáldozatokat ide elé, meg stb. Szép és jó, de azt azért tisztázzuk. Szerintetek, most én eszem ezeknek a húsát, iszom a vérét az áldozatokat. Tehát, hogy most nekem szükségem van erre, hogy ezt azért értsük meg. Hát, ha megéheznék, nem szólnék neked. Enyém a mező minden vagyja, az erdőkben mindenhol minden állatot néven ismerek. Nem neked mondanám, ha kellene. És hogy folytatja? Hív segítségül a nyomorúság idején. Én meghallgatlak, cselekszek, és te dicsőítesz engem. Azt mondja, hálával áldozzál. Hadd legyen meg ennek az első oszlopa, ennek az alappillérnek, hogy fogadsz tőlem, kapsz, hív segítségül, hadd adjak, fogadj, és te megszabadulva engem fogsz dicsőíteni. Aztán majd a hálád jön. És ott elmondja a Zsoltárok könyvének az 50. részében, hogy az áldozatok, azt mondja Isten, nem miattam, nem érted vannak, értem vannak, hanem érted. Oké, ha ez így van, akkor melyik az a kép, ami legjobban megragadja azt, amiről Pál, és most visszatértünk a Róma 12-höz, azt a gondolatot, ami teljesen új teológiai fogalomként vezet be Pál, az élő áldozat, akkor melyik az a kép, amivel legjobban megragadjuk? Nekem nagyon sokat segít a Kettő Királyok 4. részében az a történet, amikor az Elizeus proféta iskolájából egy fiatalembernek a megözvegyült felesége, egy volt proféta, aki meghalt, és a felesége odajön elkeseredetten Elizeushoz, és azt mondja, nagy bajban vagyok. Tudod, hogy a férjem, aki a te tanítványod volt, szerette, félte az Urat, bízott benne, de már nincs. És adósságunk van, és olyan nagy az adósságunk, hogy az adósság fejében jön a hitelező, és el akarja vinni a két drága gyermekemet, a két fiamat, és itt vagyok elkeseredetten, nem tudom, mit tegyek. És Elizeus felteszi ezt a klasszikus kérdést, mit van? Lássuk csak, mi van. Hát, igazán az égvilágon semmi nincs, kivéve egy kis ugye, korsóolaj, egy kevés kis akármi. Na figyelj, menj, és gyűjts be a szomszédaittól edényeket, de ne keveset. Menj minden onnan, csak kérjél üres edényeket, menj haza, zárkózz be a fiaiddal, azzal a két fiúval, akit lehet, hogy nemrég még azt gondoltad, hogy el kell kísérni a rabszolgasorsba, zárkozzatok be, és majd figyelnek, kezdjék tölteni bele. És bezárkóznak is, kezdik tölteni. Hú, ez is megtelt, még mindig folyik. Hozzatok még edényt, mikor már egyszerűen már úgy látja, hogy már kiakadt, és mondják, hogy már nincs több. Hú, ez körbenéz. Elmegy Elizeushoz, és elmondja, mi történt. Na, azt mondja Elizeus, rendben, most fogd, és ezt add el, így az árából pedig fizes ki a tartozást, és ami marad, még marad is belőle, abból pedig megéltek a fiaiddal. Na, az az edény, ami odalatt téve, Isten irgalmára ráutalva, hogy Isten adjon bele, hogy megtöltse, és aztán ez az özvegy, ez az adós fogja annak a tartalmát, eladja, odaadja másnak, oda juttassa máshoz, az adóssága fejében. Nekem ez a kép ragadja meg leginkább az élő áldozat fogalmát. Hogy nem egy olyan edényként kell elképzelni magam az áldozat Istennel való kapcsolódásban, mint áldozat fogalmában, ahol én valamit viszek, és én kiöntöm az enyémet, és én kiöntöm magamat, és én mennyire vagyok odaszánt, hanem odaszánom magam arra, hogy fogadjak Istentől egy olyan edényként, amelyet ő megtölt azért, hogy annak a tartalma által, figyelj, horizontálisan, másik felé adjak, más felé juttassak el valamit, és ez rendezze az adósságot,
A tartozást. A tartozást. Tehát azt mondja nekünk Pál itt, hogy élő áldozatként, hogy Isten nem azt kéri tőled, hogy meghalj érte, hanem hogy belőle élj. Hogy a legtöbb, amit Istenért tehetsz, az, hogy megragadod azt, amit ő tesz érted. Ja, hogy ennek önkéntelen is az lesz a hozománya, hogy aztán tőled kifelé, figyeld az irányosságot, tőled kifelé másik irányába árad a dolog, ez egyértelmű. Ugyanaz a Pál, aki itt arról beszél, hogy élőáldozatként odasszánjuk magunkat, szent, egy tökéletes, egy Istennek elkülönített valami teljesen más helyzetben. Ez a Pál mondja már az első fejezet 11. részében, a versében, ha emlékeztek, azt mondja Pál, én mindenkinek adósa vagyok. Emlékeztek? Róma 1.14. Mindenkinek adósa vagyok. Látjátok, hogyan értelmezi Pál magát? Vertikálisan fogadok. Horizontálisan adok. Mindenkinek adósa vagyok. A Galata 6.10-ben azt mondja Pál, ezért hát, mikor összefoglalja a lényeget. Ne felejtsd el, egy olyan levélben, ahol a törvénykezést, meg a kegyelem talaját állítja egymással szembe, és summa-summarum, hogy az egészet nyomatékosítani akarja, azt mondja, tehát, figyeltek, egy mondatban összefoglalom, azt mondja Pál. Azért hát, Galata 6.10, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel. Micsoda, hogy? Pál azt mondja, amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, elsősorban főleg a mi házunk népével. Magyarul Pál azt mondja, hogy ez az idődimenzió, amiben most vagyunk, azt Isten arra adta, hogy azt megtöltsük tartalommal, ami jellemzően horizontálisan ilyen irányultságú tőlünk a másik irányba. És ez azért fontos, mert annyira be tud kavarni az ellenség, és folyamatosan meg akarja métejezni a gondolkodásmódunkat, hogy a lehető legalattomosabb és ravaszabb módon, hogy észre se vesszük, oké, magamról beszélek, és már megint csak megfordítottam az emberekkel ezt a kapcsolódást, és az irányultságot, és az elvárási szinteket, és azt várom, ami jön felém. Még a legártatlanabbnak, meg a legjobbnak tűnő dolgok. Megyek az autóval mondjuk a pályán, vagy bárhol, és ugye beengedek valakit magam elé. És akkor azt fogom figyelni, hogy legalább megköszöni. Legalább jelez, hogy köszi, belengedtelek. És azt látom, hogy ilyen társadalmi színmérőnek a rendőrségét játszom lelkileg, hogy legyen egy jó társadalommal, előzékenyek is vagyunk, meg is köszönjük, meg minden, de végső soron elvárok a másiktól valamit. Végső soron, figyeld az irányultságot, ő tartozik azzal nekem, meg a másik 8 milliárd embernek, hogy hálás legyen, hogy megköszönje. Figyeled az irányokat? Pedig Isten azt mondta, ha ez rendben van, hogy te fogadsz onnan lefele ebbe az irányba, innen csak egy természetes hozománya lesz. Tehát az mindig akkor jelzi nekem, és az nem más. Az egy jelző arra, hogy itt vertikálisan vissza kellene állítani a rendet. A szemléletmód, és ez a lényeg, a gondolkodásmódnak vissza kell állnia. Erről beszél Pál a Róma 12.1.2-ben. Mikor azt mondja, változatok el az elméteknek megújulása által, a metanújosz egy olyan új szó, nem azt mondja, hogy megújult, egy kicsit felújított jövünk most, és akkor a falakat itt-ott feljavítjuk, hanem egy jellegében teljesen új. Azért jellegében teljesen új, mert kettő fajta van, az isteni gondolkodásmód és a világi, az emberi. És azt mondja, megváltozol. Tehát egy metamorfózison mégy át, akkor, amikor visszaállsz abba a dimenzióba, abba a kapcsolódási sémába, amiben rendeltettél, abba a gondolkodási mintába, Isten irányába és az emberek irányába. És ez az idő, mint dimenzió, ezért adatott, hogy tegyünk jót másokkal, hogy adjunk, hogy miután kaptunk, fogadjuk, menjen kifele. Az Apcsel 20-ban, amikor Pál elköszön egy gyülekezeti vénektől, vezetőségtől, és ott akarja úgymond megalapozni azt, hogy milyen irányba fog menni a kereszténység évszázadokon keresztül, azt mondja nekik Apcsel 20-30. Vers környékén, azt mondja, emlékezzetek arra, megint csak, summa summarum, figyeljetek, legfontosabb. Emlékezzetek arra, hogy én, amíg köztetek voltam, senkinek nem kívántam ezüstjét, aranyát, ruháját, semmit. Sőt, ha emlékeztek, a saját szükségemről, meg még a velem valókéről
ezek a kezek gondoskodtak, és megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell gondoskodni a rászorulókon. Mert emlékezzünk Jézus szavaira, aki azt mondta, hogy, segítsetek, jobb adni, mint kapni. Mikor Isten, az örökkévaló Isten kijelentette azt, hogy jobb adni, mint kapni, ő ezt komolyan gondolta. És én is megkóstolhatom ennek az ízét, és te is, ha gyakorlatilag ezt megragadod. Az Isten és ember irányában Isten azt mondja magáról, hogy jobb adni, neki jobb. És Isten mindig a legjobb részt választja. Isten mindig a legjobb részt választja. És veled kapcsolatban azt választja velem, hogy adjon. És azt mondja nekem, ezt a példát látva, én is választhatom a legjobb részt. Nem oda kell adni, ide. Ő azt mondja, neki jobb adni, mint kapni, és így én azt mondhatom, nekem jobb adni, mint kapni. És akkor teljes a körforgás. És akkor teljes az Isten életnek a felbuzgása. És akkor változnak dolgok az életemben, a családomban, a tiédben, a gyüliben, a munkahelyen, a közösségben, a társadalomban. Mert az isteni jelenlét megjelenik ebben a két irányultságban. Ahogy mielőtt elkezdődött volna az alkalom, és csak pár gyakorlati példát mondjak, odajött Lala, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy így áldozatot hozol. És úgy volt bennem az, hogy hát várd meg, amíg erről meghallott, hogy miről fogok beszélni, akkor rájössz, hogy annyira nem tartozó köszönettel. Tehát, viszont, ahogy ez így lefutott az agyamon, a következő gondolatot az volt, és ezt Isten adta, hogy hagyd, hogy elmondja, tudod miért? Mert ő is meg akarja ragadni a tulajdonosi érzést ebben a kapcsolódásban, hogy meg akarja köszönni. Ne fújtsd bele a szót. Miért fosztanád meg őt attól a kiváltságtól, attól, hogy ő is adjon egy jó szót, egy köszönetet, vagy bármit. Amikor ide jelentkeztünk, volt valaki a gyülekezetünkből, aki nem boldogult a regisztrációval, és én megcsináltam helyette, telefonkapcsolatban vagyunk, kitöltöm, stb. És akkor pontosabban ő eljutott a végéhez, csak mindig volt egy hiba üzenet, végül is nem tudta lezárni. De már látta a regisztráció összegét, meg minden, csak nem sikerült. Jó, oké, én megcsinálom, figyelj, kapcsolatban vagyunk, igen. Jó, végigmentünk, mondom, hogy 33 000 forint. Nem, nálam 43 mutatott. És visszapörgettem, aha. Ugye én mikor csináltam a regisztrációdat, annál a kérdésnél, hogy akarsz-e hozzájárulni a konferencia költségeihez, nem is erőltettem, nem is tettem fel, most miért én kérdezem azt tőle, nullán hagytam, és kijött a 33. És kiderült, hogy neki meg azért volt 43, meg neki meg az volt az alap, hogy jobb, természetesen is betett oda a 10 000 forintot. És akkor belegondoltam, igen, ez az ember megragadta a lényegét. Hogy ebben a kapcsolódási, ebben a tranzakcióban, a vajtai férfi konferencia szervezésével kapcsolatban, ez az ember tulajdonosként lépett fel. Hogy nem csak akarok kivenni ebből a történetből, hanem bele is tenni valamit. Tudjátok, milyen öröm volt Debrecenben a szülőknek, meg, vagy a gyülinek látni a felnőtteknek azt, hogy mikor 14 éves kort betöltötték a fiataljaink, elkezdtek idejönni nyári szolgálatra. És csak ott voltunk így szétfolyva a gyönyörtől, azt látva, hogy ezek a fiúk meg lányok 10 pár évesen kezdik megragadni azt, hogy mitől működik az élet. Hogy nem csak fogyasztok, kiveszek belőle, hanem elmegyek, egy WC-t takarítok meg, felszolgálok, vagy bármi, adok, teszek bele. És látja az ember, igen, jó irányultsága lesz az életének, jó pályája. Megragadták. Folytathatnám a példákkal. Van olyan tesó a gyüliből, és ő is itt van most évek, valószínűleg most már évtizedek óta, minden vasárnap reggel elmegy, és hoz egy idős nénit az idősek otthonából, elhozza a gyülihez, ott van az alkalomnéni, a végén meg hazaviszi. Maga csendességében végigcsinálja. És sorolhatnám egyiket a másikot, és valószínű te is a te közösségedből ilyeneket tudnál felhozni, ilyen trófeáit annak, mikor megragadjuk azt, hogy melyik kapcsolódás milyen irányultságú, hogy hol van a jogosultság, és hol van a kellemes felelősség. Adja Isten, hogy ahogy itt vagyunk ma reggel, és ahogy elhozott minket erre a hétvégére, adja Isten, hogy így legyen teljes. Ezt a 360 fokot az életünkben, amit tervezett ezen a hétvégén megcsinálni, azt végrehajthassa. Van olyan tesó egyébként, még egy példát, ez most kikívánkozik belőlem,
Van olyan tesó a Gyülinkből, aki elmegy és ultra maratonokat fut, azért, hogy a futásával támogatást gyűjtsön leukémia és más nehéz betegségben levő gyerekeknek. És lehet ugye örökbe fogadni kilométereket, amiket letesz. Egyik nap lefut 70 kilométert, másnap még megspékel egy 50-nél. Mert érti a lényeget. Értitek? Mert megragadta. Mert nem emlékeztek arra a gondolatra, amivel indította az egész konferenciát? Hogy Isten arra hívott el minket, hogy vele uralkodjunk. Hogy Krisztussal együtt uralkodjunk. És most azért vagyunk itt, hogy arra készítsen fel. Beszélt a felelősségvállalásról. És itt a lehetősége. Lehet azt gondolom, hogy azért jöttem el, mert feliratkoztam, vagy azért, mert valaki hívott, nem. Azért vagyok itt, mert Isten akart, hogy itt legyek. Mert Isten akarta. És egy másik fontos Istentől ihletett gondolat, amivel Matt indított ezt a hétvégét, ha emlékeztek. Az első dal. A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik. Megnyílik szemed. A Szentlélek leszáll, és új emberré leszel. Meglátod őt, aki szeret. Meglátod Jézust. Hajtsuk meg a fejünket, és lesz lehetőségünk válaszolni Istennek, fogadni. És nincs itt olyan ember köztünk szerintem, aki ne lenne arra ráutalva, hogy egy két kézzel így belekapaszkodjon az élő Istenbe, és fogadja épp az adott helyzetére. És miközben ezt a dalt énekeljük, lehet egyesek éneklik. Lehet, hogy éppen nem énekelnem kell, hanem csak odaállni, leborulni, vagy felemelni a karjaimat, a kezemet. Kinyújtani felé, és azt mondjuk, igen, én vagyok, aki fogadni akarom. Én vagyok, aki ma reggel igent akarok mondani neked. Mert el akarok menni innen haza, és a feleségemnek, a gyerekeimnek, a közösségemnek szüksége van egy olyan férfire, aki Istentől fogad, aki betelik az Isten szerelmével, aki nem akar bizonyítani az Istennek, nem akar adni az Istennek, hanem éppen elég neki, ha fogad tőle. És éppen elég lesz, ha az embereknek tud adni. És énekeljük el ezt a dalt is. És közben, ha szeretné egyszerűen igen mondani, igent az Isten szeretetére, igent arra, hogy fogadni akarom, akkor neki jelez, nem nekem, nem az embereknek, neki jelez az, hogy fölállsz. Csak állj föl és mondd igen. A Szentlélek leszáll, és minden megváltozik. Megnyílik szemed. A Szentlélek leszáll, és új emberré leszel. Meglátod őt, aki szeret. Meglátod őt, Jézus. Meglátod őt. Leszáll, és minden megváltozik, megnyílik szemem. Szentlélek leszáll, és új emberré leszel. Meglátod őt, aki szeret. Meglátod őt. Meglátod őt, Jézus. Meglátod őt, Jézus. Meglátod őt, Jézus. Mondj igen, miközben még egyszer énekeljük. Mondj igent. Thank you.
kérését, sóhaját, válaszát, kiáltását, háláját, az egész emberi érzelmeknek a full spektrumát, amit csak te ismersz. Mert fájdalmak férfia lettél, betegség ismerője. Te vagy az, aki szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, és felkent téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölött, a legnagyobb újongástól. Most is átjárja a lelkedet, a mennynek a tánc, az újongás, amikor egy megtérő bűnös hazaérkezik. És most is, Uram, emlékezel arra, amikor valaki ok nélkül fut a vesztébe. És a mi itt levők is, akiket mi képviselünk, az összes érzéseinket és gondolatainkat, mind látod is. Látod, ahogy igen mondunk, a magunk gyengeségével, gyarlóságával. És kifejezzük a rád utaltságunkat, hogy ahogy majd innen elmegyünk, rád lesz és van szükségünk. Jézus nevében.